A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, augusztus 9-én, kedden, 17 óra 30 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Magyaros Andorral, a Királyi Napok Folk Fesztivál fesztiváligazgatójával, majd egy tudósítás következik a Balettszínház új otthonáról. Ezt követően köszöntjük Bakonyi Istvánt 70. születésnapján, majd ellátogatunk egy klasszikus és egy könnyűzenei koncertre. Most hát következzék Magyaros Andor. Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem, a Paletta magazin fősodrában vendégem Majoros Andor, ezúttal, mint a Királyi Napok Folk Fesztivál fesztiváligazgatója. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Köszönöm szépen! Végre mondom, szervusz. Megint birtokba vehetjük az Icsi színpadot és a táncházat. Ezekről a programokról beszéljünk, megjelent egy nagyszerű kiadvány, ez nyilván, kedves nézőink, önökhöz is eljut majd. Itt van napról napra, hogy mi minden lesz 13-ától, 14-től 17-ig. No, hát akkor kezdjünk bele. 13-a az egy nagyon fontos nap, esztendőről esztendőre, hiszen a Királyi Napok megnyitója, a folkfesztivál megnyitója az Icsi színpadon, az egy méltóságteljes történet. Igen, és ahogy már bevezetted, hogy Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzatának támogatásával az 5 nap folkfesztivál minden estéjén lehetőségünk nyílik minőségi táncprodukciókkal igénybe venni az Icsi színpadot. Sajnos tavaly ez egy alkalomra korlátozódott, amikor az Alba Régia házigazda táncolhatott végre nagy közönség előtt a Covid után. Most viszont mind az 5 nap este jobbnál jobb produkciók lesznek, hivatásos budapesti együttesek, és hát természetesen a nyitón a házigazda Alba Régia apraja, nagyja kezdi a folkfesztivált. 19 órakor az utánpótlásaink, az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola csoportja, illetve az Alba Régia Senior csoportja egy gálaműsor gyúrt össze, majd egy újdonság következik 20 órától, Pannonia szívében, ami egy kuriózum. Majoros Róbert, az Alba Régia Tánc Együttes művészeti vezetője, egy közös munkával, illetve hát az ő elgondolása szerint összeszedte Közép-Dunántúl régió, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye és Fejér megye legjobb gyermek és ifjúsági tánc együtteseit, és hát büszkélkedünk itt a Pannonia szívébe a saját tánc kultúránkkal, mi Mezőfölddel, akkor a veszprémiek Bakony, Balatonfelvidék táncaival, és hát Komárom-Esztergom kevésbé ismert táncaival, egy nagyon izgalmas esemény, mint egy tánc, 120 táncossal, és 21 órakor pedig az Alba Régia Tánc Együttes mutatja be Hagyomány Érzők című műsorát, amelyel idén május 29-én a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán kiváló minősítést érdemelt ki. Ez már maga a cím, a két cím is vonzó, a Pannonia szívében mindenképpen, a Hagyomány Érzék pedig nem különben. És ahogy minden nap megnyílik a táncház is, én azt hiszem, hogy erre már nagyon vártunk, hiszen olyan együtteseket sikerült idén is meginvitálnotok, ami példaértékű, és azt hiszem, hogy a műfaj sokszínűség jellemzi. Igen, a nagy színpadra azért még hadd említsem meg tényleg azokat a művészeket, azokat az együtteseket, igen, mint az Állam Népi Együttes, Duna Művész Együttes, Fitos Dezső Társulat, illetve Szalonna és Bandája, Ferenci Gyuri és a Racka Jam és a Jásság közös produkciója, Mindenek Szerelme. És akkor itt már zenekarral átkötünk a táncházba. Nem csak a világzenei nagy koncerteknek ad otthon a táncház udvara, rossz idő esetén a színházterem, hanem minden délután 15 órakor egy kézműves foglalkozás kezdődik, majd családbarát, interaktív gyermek
programok lesznek 16 órától, és majd este 22 órakor kezdődnek olyan nevekkel, mint Góbé zenekar, Besodrom, Orvoár, Cimbali Band, és az utolsó nap a méltán híres Puszták Népe Front. Nagyon fontos, hiszen meginvitálni így ezeket a neves zenekarokat, csapatokat, néptánc együtteseket, az nyilván egy kivételes lehetőség nekünk is, hogy megismerkedjünk velük. Itt nézem, hogy a Tilinkó is fellép természetesen, meg a többiek, de azért ez fontos, hogy a Duna Művész Együttes, illetve a Állami Népi Együttes is fellép. Hogy sikerült megnyerni őket? Hát még novemberben, amikor Folklor Fesztivál Magyarországi Szövetsége elnökségi tagjaként egy 50 éves CIOF világkonferenciát rendeztünk Budapesten, és akkor 40 országból mintegy 120 folklor fesztivál szervező, igazgató volt jelen, és hát úgy álltunk föl november közepén, hogy kinyit újra a világ, megnyílik a csoportoknak a külföld egymáshoz való meghívására, és hát polgármester úrral közösen mi még úgy láttuk, hogy nem garancia, és még akkor nem tudtuk, hogy most a Covid-dal hogy fogunk állni, de nem mertünk nekiállni szervezkedni még tavaly év végén, mert nincs rá garancia, hogy egy tengeren túli csoport nyilván 5 napra nem jön el ide hozzánk Magyarországra. Én ezt annak idején egy karavánba összefogtam, és a magyarországi egymást követő fesztiválokra szépen megszerveztem a turnézásukat. Erre most még nem volt garancia, és azt döntöttük, hogy meg lehet ezt az 5 napot tölteni hazai kiváló minőségű táncegyüttesekkel és zenei formációkkal, és ez itt a végeredmény. Igen, egy kicsit térjünk vissza a Pannonia szívében, hiszen ez különösen érdekes lesz, hiszen olyan csapatok lesznek, a Közép-Dunántúli régió ugyan említetted, milyen lesz a miénk, hiszen itt van az Alapfokú Művészeti Iskola, a Derce és a Pulutyka csoport is itt van. A kicsik hogy fejlődnek, hiszen sajnos régen láttuk őket. Azt hozzá kell tenni ez a Pannonia szíve produkcióhoz, hogy itt gyermek és ifjúsági tánc, kiváló táncegyüttesek alkotják a fellépőgárdát. Hát természetesen a házigazdák jogán az Albaréga Alapfokú Művészeti Iskola Pulutyka csoportja, lesznek a legkisebbek a Dödöllék is, illetve a Derce csoport képviseletében. Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy zajlik az élet, mert a tanév, tavaly kezdődő tanév, hál' Isten, akadály nélkül sikeresen telt. Évvégi bemutatót, új év köszöntő bemutatót sikerült a táncház berkeiben a szülők és a hozzátartozóknak prezentálni, és egy fantasztikus 5 napos balatonszemesi táboron is túl vagyunk, tehát zajlik az élet. Igen, és ráadásul olyan, nagyon is jól tudjuk, hogy jó hírű ez a színvonal, ami a Veszprém megyei csapat, a Badacsony-Tördemic csapata, és a tataiak pedig nem különben, akik több csapattal is képviseltetik magukat, ez nagyon-nagyon jó. Milyen gondolatokkal invitálnád meg azokat, akik még nem döntöttek? Én nagyon is jól tudom, hogy telt ház lesz, ha lehet ilyet mondani a szabadtéren. Én először azokhoz szólnék, akik esetleg már hiányolják, hogy miért nincsenek nemzetközi csoportok, megnyugtatom őket, hogy ez az 5 nap ezekkel a kiváló előbb felsorolt hazai előadókkal kárpótolni fog mindenkit, és legfőképpen minden korosztály és minden stílus kedvelő megtalálja majd a magának kedvezőt, a magának szeretett műfajt, és akár a táncházba, akár a Zicsi színpadnál nagy szeretettel várunk mindenkit. No, hát én ígérem, mi természetesen ott leszünk, és kedves nézőink, önöknek is ígérem, hogy a lehető legszélesebb körben beszámolunk erről az eseményről, hiszen régóta is már nagyon vártuk. Majoros Bandinak pedig köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint.
Végleges otthonra talált a Székesfehérvári Balettszínház, a Város és a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola támogatásával a jövőben a Kassab István utcai intézményben folytathatják működésüket. Ünnepélyes keretek között adták át a Székesfehérvári Balettszínház új otthonát. A Kassab István utca 6 szám alatti épületet a következő 6 esztendőben az önkormányzat bérli a társulat számára, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskolától. Cserpakovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, a város számára fontos, hogy a 4 esztendeje megérkezett balettszínháznak méltó otthon teremtsen. Amikor megalapítottuk az intézményt, akkor otthonra lelt a Balettszínház Fehérváron, de most meg azt az otthonát vehette birtokba, ahol a működését jó kultúrált körülmények között tudja folytatni, megfelelő irodai kapacitással, de amelynél sokkal fontosabb, hogy a táncosoknak egy modern, jó és biztonságos, stabil és az ízületekre is jól reflektáló, odafigyelő táncterme, próbaterme is kialakult. A Balettszínház viszonylag rövid történelme, pályafutása során is már nem csak itthon, és nem is csak Magyarországon, hanem külföldön is bizonyított. Nagyon sokan szeretik és kedvelték meg, és most nagyon jó, hogy otthonra lehet, nem csak a városban, hanem a városon belül egy konkrét helyen. Ezzel ráadásul egy régi kulturális épületet, művelődési házat lehetett értékmentésben megőrizni, és úgy felújítani, hogy az értéket megőrizvén, de mégiscsak egy modern belső tér alakult ki. Szeretném megköszönni a Videoton Holdingnak, és külön Sinkó Ottónak, hogy az elmúlt években a BOK-ba biztosította a Balettszínház működési feltételeit, és együtt gratulálni a Balettszínháznak, hogy átköltözött most ide az új helyére, és megköszönni a Népfőiskolának, személy szerint Elsimon László főigazgató úrnak is, hogy annak idején gondolt a Balettszínházra, és azzal kereste meg a várost, hogy a felújítást ők el tudják végezni részben állami forrásból, részben alapítványi önerőből, és az együttműködésben az önkormányzat pedig előre fizette meg a következő 6 év bérleti díját. Így ebben az együttműködésben tudott létrejönni az az összefogás, ami azt eredményezi, hogy most egy teljesen belülről felújított épületet adhatunk át. Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke számára is egyértelmű volt, hogy az Elsimon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, aki egyben a Népfőiskola kurátora is, által megálmodott projekt megvalósítása a kortárs táncszínházat szolgálja a jövőben. Nagyon jó itt lenni most, és nagyon örülök annak, hogy végre elkészült az épületnek a felújítása. A Népfőiskolánknak talán a két legfontosabb fogalma, amely mentén működik, az az értékmentés és az értékteremtés, és ebben az épületben most mind a kettő érzékelhető és tetten érhető, hiszen egy régi épület, ami nagyon rossz állapotban és üresen állt, már hosszú ideje újjászülethetett, és az újjászületés keretében egy nagyszerű kortárs balettánc társulat költözhet bele. És ez azért is nagyon jó, mert a mi népfőiskolánk tematikus népfőiskola, a művészetek köré rendeződik a tevékenysége, és ebben a találkozásban az épületnek, a tulajdonosnak és a bent élőben dolgozó balettársadnak a találkozásából azt hiszem, hogy valami nagyon szép fog létrejönni, és őszintén reménykedem abban, hogy ez az együttműködés nem csak a társulattal, hanem Székesfehérvár önkormányzatával is hoz még szép eredményeket. A házigazda Egerházi Attila köszönetet mondott a városnak és a népfőiskolának, hiszen a kortárs táncszínház otthonra talált Székesfehérváron, és a kultúra városának új színfoltjaként épült be a város életében, és immár végleges otthonában készülhet a jövőben az előadásokra. Szavakban nagyon nehéz kifejezni, olyan, mint a műfaj, amit művelünk, hogy tánccal tudunk kifejezni magunkat, hiszen ez egy olyan felemelő érzés, hogy végre egy olyan otthonba tudtunk költözni, ahol az iroda és a próbaterem egy székhelyen van, ez egy alapvetés, és egy olyan minőségi próbatermet tudunk használni, ami hát európai szintű. Ezért borzasztó nagy hálával tartozunk a városvezetésnek, Székesfehérvár megyei jogúváros önkormányzatának, személy szerint Cserpalkovics András polgármester úrnak, és a Népfőiskolának, aki ezt az ötletet hozta, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskolának, személy szerint Elsimon László úrnak, aki tulajdonképpen ezt lánglelkűen kitalálta, hogy itt van ez az épület, amit a Népfőiskola megpályázott és megkapott, és nem másra ajánlja a városnak, hanem arra, hogy a Székesfehérvári Balettszínház itt otthont kaphasson, és ez egy nagyon nagy előrelépés és mérföldkő a mi életünkben.
Az ünnepélyes átadót követően a Balettszínház Társulata egy rövid részletet mutatott be a Fantom Fájdalom című előadásából, amely meghívást kapott Erdély legnagyobb kulturális fesztiváljára, a 13. kolozsvári Magyar Napokra, amely egyben a Kárpát-medencei magyar kulturális élet seregszemléje is. Családja, barátai körében köszöntötték 70. születésnapján Bakonyi Istvánt. A József Attila díjas irodalomtörténészt meglepetés műsor várta a Szent István Művelődési Házban. Családja, barátai, tisztelői köszöntötték 70. születésnapján Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténészt a Szent István Művelődési Házban. Köszöntőjében Cserpalkovics András polgármester felidézte a vele való találkozásait a fehérvári belvárosban, kiemelve az irodalomtörténész lokálpatriotizmusát, jelentős szakmai pályafutását, a helyi irodalmi életben betöltött fontos szerepét. Amiatt ezt egy fontos pillanatnak tartom a mai nap vonatkozásában, mert ez önmagában tanárúra is jellemző. Mert hogy én tanárúra is rengetegszer találkozom önmagában Fehérvár utcáin, ahogy barangol, sétál, megállunk, üdvözlünk egymást, van lehetőségünk pár mondatot szólni, és ilyenkor egészen biztos, hogy két téma, vagy legalábbis azok egyike a szóba kerül, közös elemük az irodalom. Vagy az, hogy valamilyen kiadvány elkészült, és hogy milyen jó lenne, az meg tudna jelenni, vagy pedig, hogy valamilyen évfordulót ünneplünk, és ne feledkezzünk meg az irodalmi életünkön belül az évfordulóról. Péntek Imre az ezer éves barát számára fontos alkotói időszakára esik megismerkedésük és az együtt töltött időszak a Vörösmarty Társaság élén, illetve a közös jelen egyaránt. A barátságunk lényegében akkor mélyült, amikor a 90-ben indítottuk az Árgus című lapot. Ő volt a főszerkesztő helyettes, 10 éven keresztül ez eléggé, hogy is mondja, rányomta a bélyegét a kapcsolatunkra, barátok vagyunk ma is, és hát meglepetés volt nekem is, hogy a 10 év íme így csapódott le, hogy ő a 70 éves, én a 80 éves, úgyhogy nagyon remélem, hogy nem csak a fehérvári, hanem a ország figyelme is azért némileg kiterjed erre az eseményre. Tolcsai Bélát fél évszázados szakmai, emberi barátság fűzi Bakonyi Istvánhoz, amelynek alapja az a míves munkásság, ami a múltban és a jelenben is tetten érhető. 1972 volt, vagy 73, valahogy úgy volt, amíg az öttagú Tolcsai együttessel Bakonycsernyei klubkönyvtárban volt szerencsém először találkozni a Fistával. Onnantól kezdve hosszú-hosszú idő. Akkor én vittük a hírt a budapesti március 15-ére, mert pont 15-e volt, és ott már egy kicsit nyüzsgés volt, és ilyen mondjam, gumibotozás a fiatalok témájában. Így aztán lestük és vittük a hírt, tőlünk tudta meg, de azóta nagyon-nagyon sokszor, és követem, vagyok vele, megyek. Szóval ez egy olyan dolog, hogy a Fehérvári Társaságnak egy oszlopa. Petőcz András kapcsolata is az irodalomtörténésszel kezdődött, hogy aztán a két különleges személyiség életútja verseken túl is összefusson. Bakonyi Istvánnal a Kodolányi akkor még főiskola, ott találkoztam, de természetesen a munkáit korábbról is ismertem. Mint irodalomtörténész és kritikus, azt lehet mondani, hogy meghatározó szerepet tölt be az én életemben. Nem csak azért, mert írt egy monográfiát az újabb munkáimról, ami nekem nagyon sokat jelent, hanem azt tudom mondani, hogy ma nekem az én írói munkásságom legértőbb olvasója Bakonyi István. Tehát gyakorlatilag jobban ismeri az életművemet, mint én magam. Elképesztően, nagyon, nagyon alaposan, nagyon pontosan tudja, hogy mit csináltam, hogyan csináltam, és mindig tudok hozzá tanácsért fordulni. Tehát ez nagyon sokat jelent. Nekem az ő barátsága és munkatársi kapcsolata, azt lehet mondani, hogy pályámat végigkíséri.
Az ünnepet nem titkolta meghatottságát, de a rá jellemző malíciával viselte az írótársak, barátok kitüntető figyelmét a jeles napon. Nagyon sok emlékezetes pillanat van ebben a 70 esztendő, persze hát ez nem 70 esztendős tevékenység, hiszen Fehérvárra 1976-ba kerültem, és akkor kezdődött az a fajta munka, ami az irodalomhoz kötő elsősorban, legalábbis ebben a városban. De a gyökerek Pécsre vezetnek vissza, akkor tanárképzős voltam, és ott kerültem igazából kapcsolatba az irodalommal. Nagyon szívesen emlékszem például a legelső folyóirat közlésemre. Itt van Serfődő Simon, Kossuth Díjas költő, és akiről az első recenziómat közöltem. Itt megy éppen mellettem a Serfődő Simon, akiről az első recenziómat közöltem a Pécsi Jelenkor című folyóiratban. Hát rengeteg pillanat van, az az igazság a Fehérvárhoz, és nem csak Fehérvárhoz kötött irodalomban. Nagyon szívesen emlékszem azokra a költőkre, írókra, akik egy része már nincs közöttünk, például a Takács Imrére, akivel volt szerencsém ugyancsak foglalkozni, vagy például nagyon szerettem Bella Istvánt, akinek a tevékenységét ugyancsak feldolgoztam. Hát rengeteg ilyen pillanat van, és hát abban bízom, hogy még lesz is sok. A családias hangulatú, sokakat vonzó meglepetésnek szánt esemény Bakony István felesége Tóth Ilona, a vendéglátóintézmény vezetője Jakubek Ágnes, valamint a szintén meglepetésként készült emlékkönyv szerkesztője Farkasi Csilla szervezésében a Magaslatok krónikása című emlékkönyv átadásával és vendéglátással zárult. Maga az ünnepelt pedig annyit tett hozzá a történtekhez. Katartikus élmény volt. Folytatódott a Harmonia Albensis, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar templomi hangverseny sorozata a Szent Sebestyén templomban. Istvánfi Benedek Magyar Mise című műve csendült fel. Az idei év nagy jelentőségű a magyarság és Székesfehérvár történetében. 800 éve a királyok városában adta ki II. András történelmünk egyik legfontosabb jogi dokumentumát, az aranybullát. A Harmonia Albensis templomi hangversenyek sorozat 4 estje az évforduló előtt tisztelegve a magyar egyházzene hosszú történetén vezeti végig az érdeklődő zenebarátokat az államalapítás korától napjainkig. Az ötlet és az elképzelés az automatikusan adódott a 2022-es év nagy székesfehérvári esemény, vagyis az aranybulla 800. évfordulójából. Tehát már a tavalyi év során világos volt, hogy valamilyen módon ez a jeles történelmi eseményhez, ennek a szép eseménynek az ünnepléséhez kellene csatlakoznunk a zenekarral, és innen már csak egy lépés volt ugye az, hogy ez az összefoglaló motto, a magyar egyházzene évszázadai, ez ténylegesen a programokra is vonatkozzék. Az első két hangverseny önmagában egy antológia volt. A nyitóesten a magyar egyházi kóruszene évszázadait ismerhettük meg, az Ars Oratória, Kamarakórus és Pad Zoltán jóvoltából. Azt gondolom, hogy egy fantasztikus, sokáig emlékezetes estének voltunk a tanúi, és ugyanezt a koncepciót követte a második Concertó Ágoston orgonaművésznek a hangversenye, amelyen a magyar orgonazene évszázadait mutathattuk be. Én úgy gondolom, hogy a közönség élénk érdeklődésétől kísérve, hiszen két teltházas koncertünk volt, és a sikerre sem lehet panaszunk. A két maradék hangverseny, tehát a harmadik és a negyedik est, az viszont egy-egy nagyszabású műre koncentrálva ragad ki a magyar zenetörténetnek a sok-sok évszázadából egy jeles időszakot. A harmadik hangversenynek a programján a 18. századi magyar zene legjelentősebb zeneszerzőjének legjelentősebb műve, vagyis Istvánfi Benedek Szent Dorottya miséje szerepel. 1774-ben volt ennek a kompozíciónak a bemutatója Győrben egyébként, és ha jól tudom, és úgy gondolom, hogy jól tudom, akkor ez Székesfehérváron először fog ez a nagyszabású egyházzenei remek mű felcsendülni. A harmadik esten a 18. század legjelentősebb magyar komponistája, a győri székesegyház karnagya Istvánfi Benedek nagyszabású egyházzenei alkotása, az 1774-ben bemutatott Szent Dorottya mise csendült fel az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, az Ars Oratória Kamarakórus, valamint a székesfehérvári kórusok tagjainak közreműködésével, Dobszai Péter junior primadíjas karmester vezényletével. Istvánfi Benedeknek a Szent Dorottya miséje, azt mondhatom, hogy az első percétől az utolsóig valami olyan fajta
szinte topzódó örömmel van megkomponálva, egy igazán ünnepi, fényes hangzással végigkomponálva, ami még a klasszikus misék között is ritka. Valami olyan lelki többlet van benne, amit ritkán mertek ennyire intenzíven végigírni a szerzők. A magyar repertoár ebből az időszakból ritkán kerül elő. Haydn miséket, Mozart miséket ugyanebből a korszakból egy országgal arrébb gyakrabban játszanak az együttesek, és nagyon örülök annak, hogy mi most megmutathatjuk azt, hogy micsoda irodalom volt Magyarországon is ebben az időszakban. Gondolom a zenészeknek is ez egy kuriózum és nagy kihívás. Miként készültek rá? Most egy kimondottan feszes próbarenddel dolgoztunk az elmúlt napokban. Igyekeztem a kollégáknak a lehető legtöbb napot szabadon hagyni, hogy a nyarat ők is élvezhessék. Amikor viszont visszajöttünk, akkor intenzív dupla próbákkal készültünk föl. Ez embert próbáló feladat volt, mert ez egy tipikus írásmód szerint a harsora szólamokban például nagyon gyakran végig vannak vezetve a sűrű mozgású kórus szólamoknak az erősített megfelelői, és hát a fúvós szájak tekintetében, de tulajdonképpen bőgőben is a játszandó anyag rendesen igénybe veszi fizikailag is az együttest. A sorozatot valódi zenetörténeti kuriózum zárja, a Rómában és Bécsben működött hírneves olasz zeneszerző Antonio Caldara 1713-ban Rómában bemutatott Szent István oratóriuma hangzik el, kiváló énekes szólisták, valamint a hazai régi zenejátszás prominens együttese a Savaria barokk zenekar tolmácsolásában Németh Pál irányításával. A hagyományokhoz hűen a Misztrál együttés két tagja, Török Máté és Heitzinger Mika is bemutatta dalait a csíkcsomortáni verstáborban. Az idei koncertnek is részesei lehettek tehát a verstáboros fiatalok. Álmodtam én, és az és az árnyaktól húzódik. Ma már mindenki érti és tudja, vajon miért tisztelték meg a Misztrál együttest a tiszteletbeli székely címmel. Mert ők mindenkit megszólítanak, mert szólnak a rónán járókhoz, mert tudják, sok bánatunk, kevés derünk van, ezért már az angyalok is tudják, miért is kérik, hogy angyal, vezes, gyerünk, gyerünk. Mert Török Máté és Heitzinger Mika azt is tudják, s megtanították környezetükben is, minden magát embernek valló kicsinek és nagynak, hogy lázas hang talán magában kell a szent harmóniában, s persze érti, aki érti, hogy miért is mondhatjuk büszkén, hogy részesei vagyunk az ő negyedszázaduknak. A művelődési ház természetes teltháza azt is megmutatta, hogy a csomortáni töpörtjük és nagyocskák, édesanyák és édesapák, a verstáboros ifjak és kevésbé ifjak miért is tesznek hitet versdalaik mellett esztendőről esztendőre, ahogy ezen az áldott péntek estén is történt. Thank you.
Olyan dalokkal készültünk, amelyek ketten is megszólaltathatóak, mint misztrálnóták. Szólóban is szoktunk muzsikálni felváltva, most úgy döntöttünk, hogy végig együtt fogunk játszani. A misztrál dalokból válogattunk vegyesen régeket, újabbakat. Maga a versválasztás, a költőválogatás és a korok is vegyesek lesznek, de talán a 20. század első fele dominál majd, mondta el a koncert előtt Török Máté. Az a véres Isten nincsen. Kancsörre néha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra élet. A dalválogatás teli találatnak bizonyult, s bár ez egy székelyföldi koncert után megszokott, az őszinte arcok és az önfelett együttlés varázslatos pillanatai Mikát is megszólították. A háttérben nagy a zsivaj, az volt a koncerten, és csak ott a lelkek beszélgettek. Megérkeztek az emberek, és megérkeztünk mi is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.